Mécsesek virágok koszorúk a pécsi központi temető sírjain ezeken a korábbi felvételeken. Minden szentek és halottak napján jelentősen megnő a látogatók száma. Ezért a pécsi sírkert üzemeltetője arra kéri az emlékezőket, hogy ilyenkor körültekintően rendezzék el a szeretteik nyughelyén a kihelyezett kellékeket. Az emlékezés meghittsége és zavartalansága közös érdekünk, ezért arra kérjük a tisztelt temető látogatókat, hogy a sírgondozásból megmaradt hulladékot minden esetben a parcellák mellett található gyűjtőbe helyezzék el. Arra is kérünk mindenkit, hogy a gyertyákat majd körültekintően helyezzék ki, hogy azok nehogy tüzet okozhassanak. Fontos információ, hogy november 1-e és 3-a között elektromos kisautókkal biztosítjuk majd a temetőn belüli könnyebb közlekedést. Sokan érkeznek ilyenkor gépjárművel a temetőhöz, ezért figyelnek a fenntartók a parkolási lehetőség biztosítására. Új területek állnak az autók rendelkezésére az ünnepek alatt. Fontos információ még, hogy október 28-a és november 3-a között a Nagyárpádi útról megközelíthető temető bővítési területén ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. Arra is felhívna a figyelmet, hogy a temetőbe személygépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők hajthatnak be november 1-én és 2-án. Ezen kívül fontos lehet még, hogy a hosszú hétvégén, tehát péntektől vasárnapig reggel 9-től 16 óráig ügyeleti szolgálatot tartunk a Siklósi út 43-as szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban. Ez az ügyfélszolgálati iroda a központi temető területén az igazgatási épületben található. A nyitvatartási rend is változik a megemlékezők igényeihez igazodva. A temető november 9-éig 6 és 20 óra között látogatható minden nap. További fontos információkat a Minden Szentek és Halottak napjával kapcsolatban a pécsi köztemető weboldalán olvashatnak az érdeklődők. A pécsi köztemető Minden Szentek és Halottak napi ünnepi műsort tart november 1-én, pénteken 16 órától a ravatalozó előtti téren. Ez különleges esemény lesz idén, hiszen a temető fennállásának 120. évfordulóját ünneplik.